Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. Ági Óvonéni vagyok, a Katona József úti tagovodából. Egy nagyon aranyos kis báb előadást hoztunk nektek, amit szeretnénk most eljátszani az óvónénikkel együtt. Maja óvónénivel, Katika óvónénivel, Szita óvónénivel, Zsuzsi óvónénivel és Bogi óvónénivel. Ez a kis mese egy kis nyuszikáról szól. Fogadjátok sok szeretettel! Fésűs Éva, a fogfájós nyuszi. Képzeljétek, gyerekek, mi történt. Egy nyuszikának a mezőn megfájdult a foga. Valószínűleg úgy esett meg ez a nagy baj, hogy kemény káposzta torzsára harapott. Panaszosan makogott a nyuszi, és nem tudta, mit évő legyen. A pofácskája hamarosan dagadni kezdett, és amikor a barázda billegető meglátta, ilyettében még billegetni is elfelejtett. Lekonyult a nyuszi füle bánatában, és csak üldögélt a rét közepén. Gyógyfüvecskék kínálták magukat orvosságnak a fájós fogára. Vadvirágok legyezgették a daganatot, de hát mindez nem sokat használt. Észrevette a nyuszi, hogy egy mókuska mogyorót ropogtat az erdőszíli fán. Elkezdett vele beszélgetni. Mak, mak, de jó neked, mókuska! Nem volt jó ötlet ez a káposzta torzsa. Mi bajod van, nyulacska? Fáj a fogam, mókuska. Ki kell húzni, nyulacska? De nem fog fájni, mókuska. Nem fog fájni, nyulacska. Menj el az erdőbe, harkály doktor, úgy kihúzza a fogadat, hogy észre sem fogod venni. Menj bátran, nyuszika, ne félj. Jaj, hát de én úgy félek, olyan sötét az erdő is, olyan éles harkály doktornak a csőre. Menj el, nyuszika, bátor legyél, szabadulj meg gyorsan a fájós fogadtól. Gyáva volt a nyuszi, de foga már annyira fáj, hogy mégis elindult az erdőbe. Messziről hallatszott harkály doktor kopogása. Amint közeledett hozzá, egyre jobban inába szállt a bátorsága. Szervusz, nyulacska, hová mész? Szervusz, jaj, éppen most megyek harkály doktorhoz, mert nagyon fáj a fogam, csak annyira félek. Jaj, édes nyulacska, ne félj, harkály doktor nagyon ügyes. Hip-hop, és már meg is szabadulsz attól a csúnya fogtól. Meglátod, utána nagyon jó lesz. Gyere utána, mutatom az utat. Sárgarépás, jó napot! Jó napot! Jaj, hát mi lelte azt a szép kis nyúlpofikádat? Jaj, éppen most megyek harkály doktorhoz, mert nagyon fáj a fogam. Ó, te szegény nyuszika! De tudod mit? Nem kell ide, harkály doktor, majd segítek én a te bajodon. Tényleg is, hogy? Igen, képzeld el, rákötök egy indát ide a fájós fogadra, és akkor majd szépen így elindulunk, és amikor egyet rántok rajta, akkor meg is gyógyul egy-kettőre, minden fájdalmad el fog múlni. Jó lesz így? Hát megpróbálhatjuk, igen. Jó, gyere, akkor ráteszem az indát, tárts ki nagyra a szádat. Ó, rajta is van, igen. És akkor most gyere szépen utánam. Jó, jövök. De ez a buta kis nyúl, azt nem tudjám, hogy az én kis róka fiaim friss nyúlpecsenyére vágynak.
Gyere, Nyuszika, gyere, gyere! Jövök! Vitte a róka a megszeppen nyulacskát, és már majdnem a rókajuknál voltak, és be is húzhatta volna oda szépen. De ekkor az egyik rókafi, a legéhesebbik, kidugta a fejét, és elkiáltotta magát. Hozza a papa a pecsegyét! Jézusom! De finom lesz a mai vacsora! Jaj! Ettől a nyuszi úgy megijedt, hogy hátra rántotta a fejét, s nyomban kirepült a szájából a fájós fogacska. A róka meg, aki húzta az ind a másik végét, hanyat bukfencezett, és legurult a domboldalon, bele egyenest a jéghideg patakba. Jézusom, ezek meg akartak enni, de hol a fogam? Jaj, legalább attól megszabadultam, menekülök is. Fölröppentek a madarak a fákról, összeszaladtak az őzek, makkot dobáltak egymásnak a mókuskák. Úgy örültek, hogy a ravaszdi pórul járt. Pórul járt a róka, jól van már a nyulacska. Pórul járt a róka, jól van már a nyulacska. A nyuszi pedig megszabadult a fájós fogától, s ma is vidáman ugrál a barázdában. Aki nem hiszi, menjen ki a mezőre, és kérdezze meg tőle. A kis nyuszi azóta vidáman játszadozik az erdőben a barátaival. Nyuszi ül a fűben, fűbe szundikálva, nyuszi talán beteg vagy, hogy már nem is ugorhat. Nyuszi hopp, már is egyet elkapott. Sziasztok!